1920. június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot, melynek értelmében Magyarország elveszítette területeinek 67%-át, lakosságának közel 60%-át. 2010 óta erről a napról a Nemzeti Összetartozás napjaként emlékeznek meg Magyarországon és a határon túli magyarok lakta területeken. Dombóváron is megemlékezést tartottak, ahol Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról beszélt, ez a nap a magyarok gazdasági, politikai, társadalmi sikereinek számontartására is lehetőséget ad. Jövőre reményei szerint a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján pedig a Nemzeti Összetartozás évét rendezik majd meg. Ez most van, ez az országgyűlési határozati javaslat a parlament előtt. Lezajlott már az általános vita, jövő héten a részletes vitára kerül sor, és 2 hét múlva dönt erről a parlament. Reméljük azt, hogy nagy többséggel fogadja majd el a parlament minden frakciója. Tolnán fáklyás felvonulás előzte meg a városi ünnepséget, ahol Appelszoffer Ágnes polgármester ünnepi beszédében arról szólt, fontos az emlékezés, de még fontosabb, hogy a nap a magyarság összetartozásáról szóljon. Feldolgozni nem lehet soha, de ma nem ezért jöttünk össze, hanem azért jöttünk össze, hogy kifejezzük az összetartozásunkat azokkal a nem magyarországi magyarokkal, akik nem az anyaországban élnek. Bonyhádon is megemlékeztek a trianoni békeszerződésre. Filóné Ferenc Ibolya, a település polgármestere azt emelte ki, hogy a Nemzeti Összetartozás napján nem csak a múlt felelevenítése, hanem a jövő betekintés is fontos. Ma már a hangsúly azon van, miként tudunk kiutat találni a gyászos történelmi múltból, hogy valamennyi honfitársunkkal együtt építsük nemzetünk jövőjét. Ez a magyar szellem, ami megtartott minket, országhatárokon átívelő összefogó erő, és erősebb, mint valaha, bármikor. Bátaszéken is a trianoni emlékmű mellett gyűltek össze az ünneplők. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere azt mondta, minden magyar ember gondolatában Trianon traumaként él. Én úgy gondolom, hogy a ma emberének is mindenképpen ismernie kell a Trianont kiváltó körülményeket és magát a trianoni szerződést. Hogy lehet-e befolyásolni Trianon döntését 99 év után, erre én nem tudom a választ. Egy biztos, hogy minden magyar embernek az emlékezetébe kell vésni ezt a dátumot. Elfelejteni nem lehet, talán megbocsátani sem, de tanulni mindenképpen lehet belőle. Pakson is megemlékeztek a trianoni békediktátum aláírásának 99. évfordulójáról, ahol Szabó Péter Paks polgármestere azt emelte ki, lassan 100 éve annak, hogy elveszítettük a Nagy-Magyarország területének 2/3, lakosságának felét, de nem veszítettük el büszkeségünket, nemzeti identitásunkat, nyelvünket, kultúránkat, vallásunkat, keresztény értékrendünket. Mondjuk el a gyermekeinknek veszteségeinket, nemzeti kudarcainkat, és tanítsuk meg őket az ebből fakadó értékrendre, összefogásra. A megemlékezés végén a megjelentek elhelyezték koszorúikat az összetartozás emlékműnél a Dunaparton.